Szép estét kívánok! Közös nézőink a következő, mint egy fél órában egy olyan beszélgetést láthatnak, amelyben a kerékpársport magyar legendája Seregény Mártaval életéről, azokról a nagyszerű pillanatokról, amelyek átsegítették a nehézségeken és megerősítették hitében. A 22-szeres magyar bajnok, meg annyi nemzetközi siker részese, példa és példakép. Pályafutása egy sokra hivatott sportember életének hű lenyomata. Tartsanak velünk! Tehát egy legenda edzője, egy legendás edző, aki nagyon sokat tett a magyar kerékpáros sportért. Mit lehetett megtanulni tőle? Hát mind, mindenek előtt a fegyelmet, Lajos őrült fegyel, fegyelmezett volt, ö, tanulékony, nagyon sokat ö, ellesett a külföldi versenyzőknek a, az edzés tematikájából, a mozgásából. Ö, rajta kívül nem sok edző tartott például a stílus stílusedzést, nekünk ez megvolt. Úgyhogy ezt próbálom én is most a tanítványaimnak átadni, hogy hogy üljön a kerékpáron, hogy hogy tekerjen. Mások erre nem nagyon fordítanak figyelmet. Gyakori az a kérdés, illetve felvetődik óvatatlanul is, hogy a kerékpáros sporthoz nem kell más, mint a kerékpár. Én azt mondom, hogy hogy is kell hozzá, bőségesen szorgalom és tehetség. Ha ez a kettő kézen fogva jár, az azt hiszem, hogy egy eredményes pályafutást eredményez. Ez így van, mindenképpen ez a kettő. Régen azt mondták az edzők, hogy nem elég egy tehetséges versenyző, sőt, egy középkategóriás versenyző, aki szorgalmasabb, abból nagyobb versenyző tudtak csinálni olykor-olykor, mint a tehetséges, aki azt hitte, hogy csettint egyet a kezével, megveri ezt vagy azt, csak az utána meg a fejére nőtt a szorgalma miatt. Tehát volt egy remek edző Hóbor Lajos személyében. Azonban nagyon sokat segít, hogy ki milyen körülmények között edz. Az az időszak is erről volt híres. Nyilvánvaló, hogy azért hozzátett a pályafutásodhoz, hogy fiúkkal egyszettél. Ez így van. Szerintem 50%-ban annak köszönhetem, hogy, hogy, ezeket a sikereket el tudtam érni, hogy amikor átkerültünk a Fradihoz, akkor ugye ő a pályaválogatottnak volt harmad magával az edzője. Rögtön bekerültem egy ilyen somogyi pajzs verklibe, ahol a BVSC-vel, a tipográfiával a Ferencváros együtt edzett, tehát volt, állandóan volt körülöttünk 20 darab férfi, akik már ugye felnőtt versenyzők voltak, és ezekhez kellett alkalmazkodni. Tehát ha mögöttük mentem csak Anschlussba, már akkor is gyorsabban mentem, mint ha bárki mögött megyek egymagamba. Tehát, hogy annak tükrében választottál szakágat, és akikkel edzettél, hiszen két klassz és egy sprinter és egy négyezer időfutam menőről beszéltél az imént. Valahol a kettő között igen, de ez véletlen volt. Tehát Lajos ugye négyezer méteres magyar bajnok volt a Fradiba, tehát benne volt ez a pakliba, hogy 3000 méterre fog engem készíteni. Ellenben a férfiakkal meg rengeteg pontversenyt mentem pont felkészítésképpen. A, a, fiú pontversenyek azért megtanítottak arra, hogy hát én ott egy ilyen kis porszem voltam 14-15 éves nőként, tehát nagyon kellett arra vigyáznom, hogy egy, ne rakjak senkit fejre a pályán, mert mondjuk a somogyi rajta melesik, vagy a pajzs, akkor a óriási balhé lett volna, elmeszeltek volna egy életre, és emiatt nagyon-nagyon meg kellett tanulni biciklizni, mindig előrébb kellett gondolkodnom, mint ahol ők voltak, hiszen ő egyet kiáll a nyerekből, és már ott hagy a, a csodába. Úgyhogy ez nagyon-nagyon jót tett nekem. Sajnos abban az időben nem volt női pontverseny még. Ez rá egy ilyen tíz évre alakult ki, amikor mi már annyira nem pályáztunk, akkor már inkább mountainbike-oztunk. gyorsan kiderült, hogy tehetséges vagy, az is, hogy elhivatott vagy. Nyilván a technikai képzettséget kellett, technikai, taktikai képzettséget kellett megszerezni. Ez lépcsőről lépcsőről haladtál ebben? Rögtön bedobtak a mélyvízbe, de szerintem ez volt a jó. Tehát amikor a Takács Gyula, ugye a, 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 a második edzőm, ő kitalálta, hogy a millenáris folyosóján a görgőket fölállítjuk széltében, és sprinterek és, és, és a férfiakot lögdösödni kellett, hogy minél jobban megtanuljanak ugye biciklizni, érezzék azt, hogy sprint közben, ha neki megy 50 nel 60-nál a másik, akkor ne féljen. Úgyhogy, úgyhogy én bekerültem ebbe a, a körbe, és nem volt mese, ha stéheresedzés volt kint Eszter Gombi körbe, akkor, akkor ott kellett nem mondjuk a Filutás Viktor édesapjával, Filutás Árpival, hogy kikapjon nagyobb szélárnyékot a motor mögött. Tehát ilyen emlékeim vannak. Az óhatatlan volt, hogy az országút és a pálya mellett a többi szakirányt is ki kellett próbálnod, tehát gondolok itt a Downhill-re, Cross country -re. Hát az országút és a pálya után a, a mountainbike szinte úgy véletlenül jött. Mi kimentünk Olaszországba októberbe, szponzorlátogatóba, és megláttunk egy kirakatban ilyen, ilyen, ilyen színes, neonszínű bicikliket, aminek ilyen robusztus kereke volt, úgyhogy vettünk kettőt a Lajossal, nem is volt drága, és hazajöttünk, és mondtuk, hogy milyen jó lesz majd téli biciklizést egy kicsit fölrázni, hogy lemenni a terepre, és akkor ott gyakorolni. Úgyhogy nálunk így kezdődött a mountain ozás rá, szerencsénk volt, mert rá egy évre a Magyar Kerékpáros Szövetség kiírta az első magyar mountainbike bajnokságot, cross country-ba akkor még. Ez fán történt, három háromfordulós volt a cross pályán, a motocross pályán, ezt sikerült megnyernem, és akkor utána azt egy vagy két évre rá hirdette ki Dunhill-t. Most a Dunhill az annyira annyira más volt, és pont ezen okokból kifolyólag, hogy a férfiak között nőttem föl, és ott tanultam meg kerékpározni, én, én ezt nagyon-nagyon szerettem. Tehát én voltam az, aki lejárta a pályát, és kavicsról kavicsra megnéztem, és avval, avval, álmodtam, hogy másnap mit kell ott csinálni, és aki azt mondja, hogy a Danhill az csak arról szól, hogy lefele kell menni, és ezt mindenkit, az nagyon téved. Tehát olyan szintű fizikai megterhelés és szellemi, hogyha beértem mondjuk Kékestetőről volt az egyik futam, és leértünk Mátrafüredre, akkor, akkor így elájulsz. Tehát, hogy hiába mész lefele, de annyira kell koncentrálni, és annyira kell gyorsan tekerni a, a, a szalados részeket, hogy, hogy úgy kimerít, mint egy 3000 méter a pályán. Mennyit kellett edzeni ehhez, hiszen a négy szakág, rengeteg bajnokságot nyertél, előbb-utóbb a szakvezetés is már elvárta a sikert, elindultatok nemzetközi versenyeken, ahol meg annyi sikert értél el. Tehát mennyit kellett ehhez edzeni? Hát éves szinten, most visszanézve az edzésnaplóimat, 25 ezer kilométert mentünk már akkor. A 90-es évek elején, 80-as évek végén, 88-ban volt ugye az első Giro Itália megrendezve, amire meghívták a magyar válogatottat, és bizony 25 ezreket mentünk nőként. Ugye beszéltünk az elején arról, hogy 22 magyar bajnokságot nyertél. Van ebből olyan, ami kivételes, ami emlékezetes számodra ma is? Van egy, van egy negatív kivételes. Nagyon-nagyon sokat készült, ugye alkatomnál fogva, én nem vagyok egy jó hegymenő. Inkább a pályán ezek a dinamikus számok, azok, azok mentek jobban, meg kritériumverseny, meg, meg, meg ö, síkszakaszokon a végső Sprint. Ellenben ö, kiírtak egy ö, válogatót ö, visegrádra, fölfelé a Felegvárhoz, hatszor kellett nekünk fölmenni. És elindult a női mezőny de valahogy a szervezők nem jól oldották meg a feladatot, és a 12 kilométeres körpályára vagy ránk, vagy előttünk indultak a férfiak, de nem releváns, mert ők voltak vagy százan, mi meg voltunk 15-en, 16-an, óhatatlan, hogy a férfi mezőny az ugye bekebelezi a, a női mezőnyt. És ez pont az utolsó körünkbe sikerült, úgyhogy a motoros szólt, hogy mi húzódjunk le, ketten voltunk akkor már csak versenybe, a többiek lemaradtak rólunk, és Hát az ember ilyenkor versenyzői fejjel mit csinálsz? Persze kihúzódsz az útszélére, menjenek az erősebbek, de hát, de hát egy 80 fős brigád azért az bekebelezi azt a két darab lányt. És gondolkodtam magamban, már ki volt alán írva, hogy egy kilométer van a hajraik, hát mondom, hat, hat kört itt szenvedtem, hatszor följöttem, nem is ment rosszul a bicikli, mert nagyon jól fölkészített az edzőm, rengeteget mentünk a pilisbe előtte. Hát mondom, ez nem létezik, hogy én most itt férrájak és megadjam magam, és, és tudom, hogy az ellenfelem a, a sokkal jobb sprinter nálam, úgyhogy nem. Hát mondom, egy, 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 egy lehetőség van, hogy belószolok a férfiaknak, és én egyedül fogok beérkezni a, a célba, fönt a Fellegvárhoz. Számomra ez annyira hihetetlen volt, mert mondom, én nem vagyok jó hegyi menő, tehát ugye egyáltalán megfogalmazódott a fejemben, hogy én egy ilyet meg tudok csinálni, és belevágtam, és sikerült. És fölemelt kézzel megjöttem. A férfiak előtt. Tehát a zsűri le tudott venni magyarul, mert azért 80 férfi között megjössz, nem volt ez a technika, nem volt csiprendszer. Tehát Gyula bácsi a kis diktafonjával, és akkor bemondja a rajtszámokat. Nem valószínű, hogy hogy észre fog venni a 80 ember között. Úgyhogy megnyertem a versenyt. És utána végsem én utaztam az olimpiára. Ez sportpolitika. Ez ma is fáj? Ö, igen, igen. Én a, abba az időbe azt hiszem, hogy egy. Nem bírtam tovább, megmondom őszintén, de egy-két hétre abba a biciklit, akkor először életemben. Ha már olimpia, beszéljünk a nemzeti színek misztériumáról. Milyen a magyar színeket képviselni, piros-fehér-zöldben tekerni? Hát euh, szerintem egy nagyon-nagyon jó dolog, mindenki büszke lehet magára, aki magyarként elindulhat egy, egy ilyen nemzetközi mezőnybe, és úgy kéne ott elindulni, hogy méltán képviseli Magyarországot, tehát felkészülve kéne kimenni a versenyekre magyarul. Nekünk ö, első versenyeink azok ugye a régi cseh teltek, ahol, ahol azért kitűnt már a szövetség számára, hogy a nőknek van keresni valójuk, hiszen én azt gondolom, hogy, hogy a sprint összetetben is nagyon jók voltunk, jól szerepeltünk. Kilencedik lettem ott rögtön az első ilyen három-négy napos versenyünkön összetetben a nők között, aztán az ndk sokat azokat így elhúzták előlünk, mint hogyha egy madzagon húznák, hát nyilvánvalóan a, a stába felkészítés, a dopping, stb. Erről is van egy sztori, mert nemzetközi versenyeken ezek a lányok nagyon-nagyon eltávolodtak, aztán amikor egyesült a két ország, akkor hirtelen visszakerültek azokba a sorokba, ahol mi voltunk, tehát hogy akkor ez képessége, alig ha hiszem, nem vesztették el a képességüket, csak valamit elvesztettek, amire akkor már nem volt annyi pénz mint régen az NDK-ban. Igen, hát Kelet-Berlin kicsit más volt, mint Nyugat-Berlin, ezt tudjuk. Ugye említetted a nemzetközi versenyeket, szóba került már a zsírod, de akkor egy kicsit foglalkozunk az Alpok Adriával, hiszen az veretes sikereket értetek el. Hát a, a, az Alpok Adria, az, az már egy kicsit így a pályafutás vége felé volt, már szinte kifelé mentem a, a, a sportból, kerestem az utamat, hogy mi lesz utána belőlem, ez Giro Friuliba van, tehát ez a Friuli megyébe történik ez a, ez a verseny, ott rendezik meg. Férfiak között indultunk, mert kevés volt a nő, ami ugye a pályafutásom során nekem mindig is feküdt, mert nagyobb tempót diktáltak, jobban lehetett belőle sprintelni. Úgyhogy hát erről, erről szép emlékeim vannak, így van. Nagyon fontos az a 11. hely, arra emlékszünk, hiszen a, a Giro Bármilyen, ami két számjegyű, teljesen mindegy, önmagában természetesen ez nem olyan, mint az Olimpia, hogy, ön, hogy önmagában a részétel a fontos. De én azt hiszem, hogy ez sikernek értékelhető. Ilyenkor ez megerősítést adott egy egy rész siker, hogy lehet tovább fejlődni. Hát hogyne? Ez volt a, annak, a, anna, a, nem tudom már melyik évben volt, ez volt annak a Giro-nak a záró akkordja. Az edzőm megkért, hogy voltak kint Rómában rokonok, hogy ne hozzak rá, rá szégyent, hogy tessék akkor megjönni az élbolyjal, stb. Hát ez a szakasz sajnos dombokkal kezdődött, ahol ö, sikerült párszor így megszakadnom a mezőnytől, tehát leszakadtam de valahogy fölrugdalt, magam, és akkor utána, amikor megláttam a Róma táblát, ugye tizen, akárhány éves lányként nem tudod, hogy még mennyi van hátra, azt gondolod, hogy ugyanolyan külterülete van Rómának, mint mondjuk Budapestnek, tehát fogalmam sem volt, hogy onnan még 20-30 km lehet a cél, de ki volt írva, hogy Róma, mondom, most már nekem itt kell maradnom az első 20-ba, és akkor az olasz lányok azért engem szerettek, ugye nagyon jól beszéltem olaszul, a gimnáziumban ezt a nyelvet tanultam, befogadtak maguk közé, ott nem zavartam senkit pont a technikai tudásom miatt, tehát nem féltek tőlem, hogy én majd ott valami gabi, galibát csinálok. És amikor ki volt már tényleg alánkírva, hogy két kilométerre van hát, hátra a cél, akkor, akkor azért ugye elkezdődtek ezek a lószolások, stb. és azt kellett csak túlélni, és akkor így be lehetett jönni mondjuk 11 -nél. Tehát Rómát látni és? Igen, és az edző meg volt velem elégedve, mert nem hoztam rá szégyent a rokonok előtt. Időközben azért sok-sok megbecsülésben volt részed, hiszen 1994-et írtunk, amikor a, a kerékpár sport bajnoka lettél. Ez mit jelent -e egy valakinek, aki erre tette fel az életét? Hát, számomra nagyon-nagyon megtisztelő érzés volt. Tehát nem is gondoltam rá, hogy hogy ezt a címet megkaphatom. Nagyon jó érzés volt, hogy a szövetség ennyi évet, amit ott eltöltöttem, és olyan szinten, ahogy eltöltöttem, azt így megbecsüli. És ráadásul ugye, hát aki valaha is sportolt, azt tudja, hogy fradistának lenni, az egy különleges élményes állapot, és egy egész életre szóló. Tehát ha a fradi örökös bajnoka vagy, azt hiszem, hogy ez a legtöbb, amit egy sportoló kaphat. De milyen a búcsú? Hát a búcsú az egy átmenet volt. Tehát 30 éves koromban hagytam abba az aktív sportot, de mégsem hagytam abba. Amikor már így a vége felé jártam a pályafutásomnak, hát lehetett érezni, hogy most már ez azért hogy kifutott, tehát kéne valami civil munkát is találni, akkor kacsingattam a újságírás felé, egy sportújságíró szerettem volna lenni. Ö, alkalmazott is gyakran a Nemzeti Sport, a, a blik Képes Sport, és egyéb újságoknak írogattam cikkeket, megfordítottam olaszból ö, szakcikkeket. Ezt úgy szerettem csinálni. Csak ö, elküldött a Blik a Gemenc kupára, valamelyik évben, és ott ismerkedtem meg Gabrielle Biondóval, akivel ugye megalapítottuk ezt a boltot rá egy évre. Igen, tehát az, a régi évezred utolsó éve hozta meg, 1999. Azóta úgy tűnik, hogy lubickolsz. Hogy lehet fejlődni folyamatosan? Hogy lehet megmaradni a kerékpárnál úgy, hogy ez egyik oldalról egy teljes életet biztosítson továbbra is, hiszen kerékpározol most is amatőrként, is van egy klubotok is, emellett pedig az üzlet is menjen. Nagyon nehéz. Nagy, nagyon nehéz. hát 30 éves koromtól 40 éves koromig a, a hetem az úgy nézett ki, hogy délelőttönként edzést tartottam, délután az üzletben ö, voltam, kétszer még a héten este ö, spinning órát tartottam egy teremben, ráadásul szombaton is, tehát szombat, a szombati napom az úgy nézett ki, hogy reggel elmentem 60 kilométert, váltsz oda-vissza a fiúkkal, Ö, aztán berohantam a boltba úgy, ahogy voltam, átöltöztem, ettem valamit, neki indult a munka, ö, és utána pedig hazamentem, épp csak egy spagettit meg tudtam főzni magamnak, és délután négytől pedig hatig spinning órát tartottam a teremben. A vasárnapi pihenőnap az arról szólt, hogy 120 km. Tehát nem nagyon volt pihenő ebben a tíz évben, ami, ami most azt mondom, hogy meg is bosszulta magát, akkor bírtam. Tehát azért 40 éves koráig az ember nagyon sok mindent el, elbír, de volt nem régen egy pajzsmirigy totál leállásom, ami nagyon-nagyon ami rossz volt. Én azt hittem, hogy megutáltam a kerékpársportot, azért nem akaródzik kimenni edzésre, mert ilyen egerszegi betegségem van, hogy már nem bírom a vizet látni, stb. 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 Aztán kiderült egy ultrahangmérés után, hogy erről szó nincs, ezt kell helyrehozni, és lásd csodát, most megint imádok kerékpározni. Tehát megvan a motiváció. Igen, igen, igen. Ahogy az amatőrklubotokban is, mindenkiben. Ö, igen, hát a 20 éve csináljuk ugye a klubot, régen nagyon versenyorientált volt a csapat, nagyon-nagyon nagy sikereket értünk el, tehát lehet azt mondani, hogy mi voltunk a legjobb magyar amatőrgárda. Hajdanán nemzetközi versenyeket is nyertünk, szép számmal. <kül> Van egy világbajnoki ö, mezünk, az is itt látható a boltba, egy junior világbajnoki egyenkénti mez, Gosztonyi Bálint részéről, és hát azóta is lettek női, női magyar bajnokok, férfiak, tehát minden korosztályból. Most viszont egy kicsit úgy érzem, hogy egy, be kéne lassulni egy picikét, és tényleg a, a hobbi kerékpározásnak élni. Tehát hogy elmenni biciklizni, jó esik, akkor leülni, meginni egy kávét, hazamenni, és úgy, hogy föltöltödve érjen az ember, és nem pedig kimerülve a hétfői munkába. Ennek tükrében hol tart ma a magyar kerékpársport? Kezdjük az amatőrökkel. Itt vagyunk egy boltban, itt profi cuccok vannak, az természetes, de érdeklődők-e az emberek áldoznak-e a, a kerékpárra, általában a sportra, amiként látod? Hát az, az az érdekes, hogy versenyzők nem igazán térnek be hozzánk, ellenben az amatőr, bringások, azok közül is inkább ez a 40 és 50-60 éves korosztály, aki már egzisztenciálisan megengedhet magának ilyen típusú bicikliket, amiket mi árulunk. Ők nagyon-nagyon lelkesek. Tehát azt, azt a tendenciát figyeltem meg, hogy míg 10 évvel ezelőtt mondjuk csak azért vett valaki egy drága biciklit, hogy ő avval pózoljon, vagy otthon bucolgassa, de legyen neki, hogy elmondhassa a körülötte lévőknek, hogy nekem milyen drága bringám van, Addig most már ö, azt veszem észre, hogy ezek az emberek szétnyúzzák a bicikliket, tehát hogy használatban vannak ezek a tárgyak, és ez nagyon nagy örömmel tölti a lelkemet. Akkor versenysport, hol tart ma a magyar kerékpározás? Kezdjük a nőkkel. Ö, hát jelenleg ugye Vaskatablanka a legeredményesebb női kerékpárosunk ebben a 23 as VB ezüstérmével amit szerintem egy kicsit azért jobban meg kéne becsülni, én azt gondolom. Lement a verseny, Eurosport közvetítés, stb., de utána nem igazán hallottunk róla, nem igazán ö, hívták be televíziókba ide -oda, oda pedig szerintem ott lenne a helye. Dinomarciék mit érhetnek el? Szerintem... Most négy-öt olyan fiunk van, akikre Így van. szemet vetettek a nagyklubok is. Így van, így van. Szerintem nagyon jó helyen van mindegyik fiú, innentől kezdve most már tényleg csak rajtuk múlik. Én a legnagyobb fantáziát Walter Attilába látom, megmondom őszintén. Ugye édesapjával együtt bicikliztünk a Ferencvárosba, egy nagyon akaratos ember volt, nagyon kitartó, és ezt azt látom, hogy sikerült átadni a fiának is. Foglalkozik vele, álhatatosan nem adják fel a dolgokat. Vannak a olyan megmozdulásai a mezőnybe, ami, ami szinte hihetetlen. Megmeri csinálni, bátran áll neki a dolgoknak, és ez, ez kifizetődik. Már most is kifizetődött ő számára, tehát a sikerek azok jöttek, de szerintem a jövőben is meg lesz ennek a, az eredménye. Igen, ha az eredményekről beszélünk, én már azt is nagy eredménynek tekintettem, hogy a Tour de Anglia egyre népszerűbb, egyre jobb csapatok jönnek, és azzal, hogy most az idén a Giro is Magyarországra látogat, azt hiszem, hogy most elértük a csúcspontot, persze még van feljebb nyilván. Mit ként vélekedsz erről? Nagyon örülök, mint minden magyar kerékpáros, hogy ezt uh, sikerült elérnünk, hogy megkaptuk ezt a három szakaszra való rendezés jogát. Nyilván az amatőr sport még nagyobb löketet kap ezáltal, tehát többen fognak kint állni a pályaszélén, több fiatal fog emiatt nyerekbe pattanni. Talán lesz egy kicsit az ifi és a serdülő ö, csapatoknak is bázisa ebből építkezvén. Remélem, hogy a, a kerékpár utak minősége ezáltal javulni fog. Azon az úton, ahol ők mennek, már hallottam, hogy aszfaltoznak. Tehát már ez is egy hatalmas nagy eredmény, hogy mondjuk egy esztergomi körben nem pattog ö, pilis maróttól egészen esztergomig az ember a Dunaparton. Tehát lesznek, lesznek lesznek itt ennek ilyen vonzatai, szerintem. Nos, hát akkor végezetül kerek a világ. Hát én azt gondolom, hogy a, a helyemen vagyok, avval foglalkozok, amit szeretek, és a gazdasági helyzet függvényében mert az egy kicsit stresszes, ugye most éppen ezzel a vírussal küzdünk, szállítmányozás, stb. stb., de mindig van valami. Tehát, ha pék lennék, akkor, akkor, akkor nyilván a, a liszt nem érkezne meg időbe. Tehát minden, minden foglalkozásnak van hátulütője és, és örömteli percei. Én ezt nagyon-nagyon szeretem csinálni. Tehát én azt szeretem benne, nem is a kereskedést, hanem azt, hogy embereknek egy ugyanolyan életélményt adhatok. Főként avval, hogy hogyha itt megveszi a kerékpárt, akkor mindenkinek elmondom, hogy szívesen látjuk az edzéseinken. Ha nem is akar klubtag lenni, de jöjjön el, úgy bike fittingelem menet közben, hogy viszünk impuszkulcsokat, és akkor úgy állítjuk be a kerékpárját. Mert attól jobb nincs szerintem, mint amikor egy, egy értő ember rád néz, és azt mondja, hogy figyelj, alacsonyan ülsz, magasan ülsz menet közben megvannak ugye az emberi sajátosságok, hogy hogy szereti a vállát tartani, stb. és ezeken lehet csiszolni. Tehát kerek a világ. Igen.